Napszaknak megfelelő köszönés, üdvözlök mindenkit. Kezdjük a lengyel tesós videót. Ugye az előző az elég izgire sikerült a az előző videókhoz képest legalább. Nézzük most, mit fogunk látni, mivel kezdünk, kereszteződés. Igen, elindulnak, kiegészítő lámpa ugye ott világított. De várjál, már, ezt nem értem, hogy ez hogy történetet meg. Tehát, hogy igazából itt ki lehetett a hibás, mi lehetett a hibás. Nézzük ezt meg újra. Ez is érdekesen kezdődik, mert ugye a lámpa az, most, oké, okay, nem zöld, de a kis kiegészítő lámpát nézzük, az zöld, és a kamerás autó is elindul. Tehát már két autó biztosan elindul. és szerintem nem, tehát nem, tudom elképzelni azt, hogy egyszerre engedi a sort. Tehát, hogy egyszerre engedi a, a másik irányból érkezőket. Hát ez érdekes. Mire volt ez a nagy fékezés? Nézzük, nem is mentek be elé. Nyomott egy satút. Másfél másodpercig körülbelül. De nem tudom, hogy miért. Állj, itt, itt már ez, ez, ez a Fesco a kamerás autós részéről, ez már azért korábban megvolt. Tehát eh, itt ugye, hát ez egy ilyen turbó körforgalom. Itt már ugye sávot vált az Opeles. Tehát már már, már emiatt biztos, hogy a kamerás autónak a sofőrje pipa volt. Itt figyeld, direkt rágyosít, kurvára nem akarja beengedni, mert hozzáteszem, hogy az Opeles se indexelt ha jól látom. Bár, de, 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 indexet csak nem lehetett rendesen látni. Tehát az irányjelzőt használta, tehát hogy sávot akarna váltani, ugye megszűnt a sárja. A kamerás autó az, nézem, még rá is gyorsít. Ó, jaj, 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 jaj. Hú, ez, ez szerintem lakótelepeken is akár, de ez így, a, ez így a legnagyobb félelmünk szerintem, hogy, hogy egyszer úgy kezdünk el tolatni, hogy elfelejtünk belenézni a tükörbe, és akkor meg, meg tud történni egy ilyen... Hát uh, mondhatjuk azt, hogy amúgy a gyalogosnak igaza van. Bár mondjuk az is tény, hogy, hogy egy lámpa nincsen, tehát igazából a gyalogosnak van elsőbsége, az biztos. De mondjuk az is tény, hogy nem nézett szét a srác. Ezt mondjuk én sem szettem, amikor hirtelen lelépnek, mert oké, okay, rendben, zebra van, gyalogos van, meg kell állni, át kell engedni. De azt én sem szeretem, amikor így a semmiből megjelenik egy gyalogos. Ugyanakkor meg a gyalogost is értem, a, értem a felháborodását, ugye. Ha <tosz> minden itt. Hát ezt így külön nem kommentálnám. Ez, ez gyönyörű. Tehát itt, itt látszik, tehát hogy rángatja így egy kicsit a kormányt, nem tudja, mit csináljon. Hopp, na, most mi, mi le, mi le, oly, Szép. Az szép. Ó! Oh! A bringás. Ezt nézzük már meg újra. Valószínűleg nem lett komoly baj a bringásnak. De hogy a francba, tehát... Gyalogos megállt. És utolsó után a pillanatban veszi észre talán a bringás, hogy jön egy villamos, és a villamos vezető volt az, aki előtt le a kalappal, mert ő megfigyelt legalább. Igen, az amúgy tök érdekes, hogy az előző kettő autó ki tudta kerülni. Kettő, három is akár néz meg. A mentőautó ki tudta kerülni. Igazából látszik, hogy volt annyi hely, hogy akár ő is ki tudja kerülni, a kamerás autó is. Tehát, hogyha ők itt ketten szépen elférnek egymás mert meg ha jól látom a Chevrolet és az, az partner is ebben a dologban. Tehát, hogy, hogy hagy annyi helyet. Ő neki nem? Tehát a kamerás autó nem, neki nem. Tehát ő aztán, te utána megszívja, nem tud tovább menni. Há, ah, és milyen büszke lehet magára, hogy ő, ő, ő most se tanította a BMW-st. <laughs> Jaj. Én meg én a mikrofon tarolom, le, meg a korlátot. Nagyon jó. És tovább megy. Mert igazából szerintem a, a utánfutónak nem is nagyon lett úgy baja. Nézzük csak meg. De hát te! Hát de, mondjuk ugye a hátuljának a felét úgy lábontotta. Ú, ott nagyon jön a fényszóló szembe. Ugye rengeteg ilyen videót láttunk már, és ott azért többségében azt szoktuk látni, hogy hát nyilván nem a kamerás autó a, a hibás, nem ő idézi elő a balesetet alapvetően, de azért már korábban szoktak erre reagálni. Tehát nyilvánvaló, hogy látta így magá, magával szembe, tehát így saját magával szembe ugye az autót, látta, hogy mi várhat rá. És általában azt szoktuk látni, hogy így már ebben a kis leállósába ebben már így korábban lehúzódnak. Ő nem tette meg, pedig biztos hogy látta, hogy mi lesz itt. Ilyet már láttam Budapesten is egyébként. Tehát ez a piros lámpánál szórakoztató. <laughs> nem jött össze neki. Jó, ez az feladta inkább. Ez, ez nem az én napom. Nem tudom egyébként ezeknek mi a a célja. Tehát, hogy csak így szórakoztassák az embert, vagy azt várják, hogy esetleg ilyenkor adnak nekik némi aprót. Tényleg nem tudom. Nem jöttem rá. Egyszer láttam ilyet Budapesten, akkor ö, nagyjából ugyanez volt a performance. És, és, ott is csak úgy, ahogy, ahogy zöldre váltott a lámpa, a srác eltűnt, és így kész. Ennyi. Na mindegy, ennyit szerettem volna ebben a videóban, úgyhogy most én is eltűnök. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!